Megkezdődött az egységes alapkiképzési program hatodik üteme Nagykanizsán az Erdész utcai laktanyában. Baranyas Somogyézzal a vármegyéből összesen 11 fő vonult be a nyolc hetes turnusra. Hétfőn a Zászlóaj állományába kerültek a jelentkezők, akik megkapták a felszerelésüket és elfoglalták a körleteiket. Az első nap a biztonságtechnikai, baleset és munkavédelmi oktatáson kívül az adminisztrációs kötelezettségek vártak a leendő honvédekre. Tavaly szeptember 1-től egységes alapkiképzést hajt végre mindenki, aki a Magyar Honvédség állományába jelentkezik, legyen tartalékos, szerződéses vagy bármilyen jogviszonyú katona. Ezzel kapcsolatban ez nagy előrelépés, hiszen nem különböző kiképzési rendszereket kell összehangolni, hanem egységesen hajtja végre mindenki. Az ide jelentkezők a két hónapos, tehát 8-7-es kiképzés után mehetnek úgymond műveleti besorolású alakulatokhoz, amennyiben teljesítik az ahhoz szükséges feltételeket. Az alapkiképzés mellett egészségügyi, fizikai és pszichológiai vizsgálaton is át kell esniük a jelentkezőknek. Molnár Robert nem először vett fel katonai felszerelést, hiszen szolgált már a honvédségnél. Kilenc hónapig voltam katona, tapolcán voltam, a tüzéreknél voltam, utána a civil élet, a civil életet azt meguntam, és utána pedig beálltam, mint szerződéses határőrnek álltam be, Szent hárdon szolgáltam, 2000-ben szereltem fel, és 2003 közepén szereltettek le minket, mert belső határok lettek. Utána a civil élet, aztán most úgy döntöttem, hogy 45 éves fejjel, hogy önkéntes tartalékos leszek. Jelen pillanatban ugye a hazámat szeretném szolgálni. Molnár Károly nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is készült a két hónapos felkészítése. Az elsődleges az, hogy a haza szeretet, és eddig a 36 évem alatt ugye a hazámtól Kaptam dolgokat, és most úgy érzem, hogy eljött az ideje, hogy én is adjak valamit a hazámnak, és akkor úgy gondoltam, hogy a katonai szolgálat ez, ez tökéletesen megállja a helyét. Akik a követelményeknek megfelelnek, maradhatnak önkéntes tartalékosok, vagy szerződéses beosztás vállalhatnak. A hatodik kanizsai kiképzése, kilenc férfi és két hölgy jelentkezett.